A koronavírus elleni védekezés határozta meg a mindennapokat 2021-ben az ország egész területén, így szabolt Szatmár Bereg megyében is. A Máté Szalkai Központú 5 számú választókerületben azonban számos beruházás elkezdődött és be is fejeződött. Hogyha fejlesés politikáról kell egy kicsit beszélni, akkor azt gondolom, hogy elég sikeres éve nagyon túl. Készülünk a polgármesterekkel egyfajta zárszámolást csinálni, hiszen választás is jön, el kell dönteni, hogy milyen irányba megy tovább az ország, és értékelni kell magunkat, a munkánkat. Ezt megtesszük most így évvége környékén, és meg fogjuk tenni választás előtt, hiszen el kell mondjuk az embereknek, hogy mi is történt egy-egy településen. Kocsordon az egészségipari támogatási programnak köszönhetően egy gyártóüzem épült 2 milliárd forintból. Itt különböző egészségügyi védőeszközöket, orvosi kanülöket, valamint lélegeztető és újraélesztő gépekhez szükséges alkatrészeket gyártanak. Hodász is mérföldkőhöz érkezett a térségben, ahol hét új bérlakás, egy csillagház és csillagpont segíti ezen túl a romák felzárkóztatását. A beruházás közel 200 millió forintból valósult meg, amelyhez további 200 millió forintból különböző felzárkóztató programokat és oktatást is biztosítanak a rászorulóknak. A térségben fontos szerepe van a közösségépítésnek, ezért Máté Szalkán átadták a teljesen felújított Cukoradolf filmszínházat augusztusban a nagy közönségnek. Az új mozikomplexum két teremmel és büfével várja a szórakozni vágyókat. Nagy hangsúlyt fektette 2021-ben az oktatási intézmények korszerűsítésére is. Kocsordon 20 millió forintból újult meg az iskola, laminált padlókon járhatnak ezen túl a tanárok és a diákok, a mellékhelyiségek vizes is kicserélték. Jobb körülmények között tanulhatnak Ófehértón is, ahol 45 millió forintból kapott új nyílászárókat, műanyagpárkányokat és napelemeket az iskola. Új termelő és gazdasági tevékenység kezdődik leveleken, ahol több mint 200 millió forintból megépülő üzem alapkövét tették le decemberben. A különböző betonelemeket és faipari termékeket magánemberek és a környékbeli vállalkozások is megvásárolhatják majd. Ehhez megfelelő infrastruktúrára és közlekedés biztonságra is szükség van, ezért még októberben átadtak a településen egy új körforgalmat. A tíz éve tervezett fejlesztést kiegészítették új buszöblökkel, térvilágítással, és a vízelvezetést is megoldották. Itt azonban még nincs vége a fejlesztéseknek. Most még van egy kicsi hiátusság, amit én látok, ez pedig a közösség élet és az élmény. Hiába vannak szép iskoláink, óvodáink, útjaink, járdáink, hogyha ezeket nem tudjuk megtölteni élettel, az intézményekben a mindennapi jó hangulattal, a nevetéssel, a boldogsággal, akkor azt gondolom, hogy szegényebbek leszünk. És így karácsonykor a számvetés idején a legfontosabb feladatomnak azt tekintem, jövőt illetően, hogy ez a a közösségi élményeket, hogy ne csak egy-egy falunapban merüljön ki, hanem szinte minden nap legyen valami valami a faluban, legyen valami vidéken, amitől a vidéki életforma még vonzóbbá teszi, nem csak az önfenntartás a képességeinek javítása, hanem az a fajta jó érzés, amikor én még emlékszem, a apósommal kiültünk a árokpartra kártyázni, amikor a kosmába felmentünk googlizni, és úgy gondolom, hogy ilyen kis apróságokon fog múlani. Ehhez újabb forrásokra lesz szükség, amelyeket a Magyar Falu programból vagy a terület és település fejlesztési operatív programból tudnak majd lehívni az önkormányzatok.